Sziasztok! Hoztam nektek a horoszkópos jóslatokat júniusra, mind a 12 csillagjegyet. Megnézzük, hogy mi várható, milyen energiák jönnek. Kezdjük a kosokkal. Nézzük, hogy mi lesz júniusban, mi várható a kosoknál. Na már Na nézzük. Úgy látom, hogy egy nagy lezárásban leszel egyébként. Lehet, hogy egy betegségből gyógyultál fel éppen, vagy valami rossz energiát lezártál, és nagyon-nagyon bepörögnek egyébként az energiák, elengedted a dolgokat, amit el kellett, akár párkapcsolat, munka, bármi, vagy egy betegség, akár bőtét, bármi lehet egyébként, amiből már felépültél, maximálisan támogatva vagy nyitott az út előtted, és önmagadhoz találtál. Lehet, hogy egy más nézőpontból nézed az életet, hiszen hozzájárul a stabilitásodhoz is, úgy látom, jó emberek vesznek körül, őszinte emberek, barátnők, akiket most látok. Tehát akár emberi kapcsolatokban, akár a szerelem területén kiegyensúlyozott minden. Úgy látom, hogy mozgalmas lesz, lehet egy nyaralás, jössz-mész a barátokkal, a családtagokat is látom körülöttet, harmóniában, nincs blokk sehol. Hogyha esetleg ház, lakás, vásárlás, szerződőskötés előtt állsz, maximálisan támogatom, hiszen ott van, hogy a lehető legjobb, ami számodra. Tehát ott van az öröm. Támogatva van. Az is lehet, hogy valaki útnak indul, hiszen ö, látod, hogy víz van a képen, ott van a hajó, lehet egy tengeren túli utazás, vagy nyaralás a családtaggal, harmóniában. Nyugodtan indulj el, mert maximálisan támogatva van, tehát ez az energia kell neked. Ö, Sokaknál van építkezés, lakáseladás, lakásvásárlás, az is lehet, hogy víz mellé költözöl, egy nagyon jó energiájú, szinte áldott ö, ö, ingatlant látok amit kiválasztottál, tehát jó az energia. Tehát júniusban, június elején elengeded a nehéz energiákat, úgy látom, és kiegyenlítődnek a baráti, családi kapcsolatok, a szerelembe is, ha eldöntötted, ha nincs pár kapcsolatod, jöhet több hódoló is, kettő is jöhet, aki jó lenne neked, és belső külső értékekkel van, tehát ami elkezdődik a számodra pozitív, tehát ha nincs párod, nyugodtan ismerkedj, nagy társasággal leszel körülvéve, jössz, mész, és eldöntötted, hogy boldog leszel, minden energia itt ki van egyensúlyozva, és ne sajnáld a pénzt, mert látom, hogy sajnálod, sokba kerül, nem mész, el kell menni, a magadba fektetett energia, pénz, az mindig megtérül, hiszen látom, hogy önmagadhoz találtál, valamit elengedtél. Tehát csodálatos energiák lesznek neked most itt júniusban. No, nézzük meg, hogy az én kártyám mit mutat neked pozitív megerősítésként. A jövő megtervezése rajtam múlik, bízom magamban. Csodálatos a kártya. Így van. Ott van egy szép jövő. <laughs> no nézzük, hogy a bikáknak mit hoz a június, milyen energiák jönnek, mire lehet számítani. úgy látom, hogy kisebb bosszúságok, vagy olyan dolgok esetleg, amit nem láttál tisztán, ami ingatag, az most szépen lezárul, ott van az elengedés, vigyáz az egészségedre, azt mutatja a kártya, tehát most akár a káros vagy bármit, kilókat lazán le tudod dobni, hiszen van égi segítséget szerencsével. Tehát ha valami gátolt, úgy látom, hogy akár káros vagy egy pár kiló, vagy fogyókúrába kezdesz, vagy valami maximálisan támogatás, ott van a szerencsével, tehát most jó időszak lesz erre. Ö, anyagi tekintetben egyébként látom, hogy megszorítások voltak, vagy bizonytalannak érezted, de úgy látom, hogy hosszú távon kiegyenlítődnek az energiák. Ö, sokatoknál van egyébként olyan, hogy családtag, egy, egyéb hold, hold lélek, aki ott van veletek, aki üzenni akar, ha lelket. Megnézzük, mi az üzenet. No, hát pozitív az üzenet, aki ott van veled, úgy látom, hogy vágyaid megvalósulása útján, vagy azt üzené neked, ha tározott vagy, és a döntésed is maximálisan támogatott, tehát ha valamin hezítáltál, akkor most az be fog jönni neked, úgy látom, eldöntötted, vágyakkal telítetted, bevonzott, hosszú távon, jó. Azt üzené esetleg apuka, vagy nagypapa, vagy bárki, aki ott van, és ha van hivatalos ügyed, ami húzódott, Értelen, lezárul, maximálisan minden elindul a maga útján, tehát ott a pozitív változás. De hónap végére egyébként is otthon a változás, meg lesz a döntésed, akár lakhatással kapcsolatban, vagy akár tanulás, bármi döntés, amin hezitáltál, vágyait szerint elindulnak a dolgok. Tehát most elengeded a bizonytalanságot, a bosszúságot, ezt a pénzzel kapcsolatos dolgokat is egyébként elengedheted a hitrendszereket, hogy, hogy hogy jobban beinduljon ez az energia, mert támogatva van. Tehát amit nem látunk tisztán, természetesen az, az mindig frusztrál minket, de látod, hogy hónap végén egyensúlyba lesz a kis lelked, elengeded, amit kell, és itt van a nyár, beindul maximálisan. <laughs> Nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyámból mit húzok neked. A jó lehetőségek épp időben érkeznek hozzám, így igaz, nem lehet sietetni a dolgokat, minden időben érkezik. Nézzük, <laughs> hogy az ikreknek mi lesz júniusban, milyen energiák jönnek, mire kell figyelni. Úgy látom, hogy testileg, lelkileg teljes energiában vagy, úgy látom, stabil vagy. A családban sincs semmi gond, akiknél gyerek van, ott is ott a határozottság, egy kis eleven gyerek, úgy látom. Így van. Megújulnak az energiánk egyébként. Távkapcsolatban láttam egy kis vitát, vagy valami agyalást, ami ki fog simulni. Lehet, hogy a párodom most. Sok negatív energia volt, mert látom az agyalást, a bosszúságot, a félelmeket. Ez a sok agyalást az is kitisztul, lesz megoldás mindenre. Új energiák jönnek hónap végére. Párkapcsolatban, családban ott van, hogy kiegyenlítődnek az energiák egyébként. Úgyhogy mert társaságba, úgy látom, hogy sokan vagytok, jól érzed magad, akár kirándulni, nyaralni, sokatoknál van építkezés, lakásingatlan vásárlás, ami régóta húzódott, félelmek voltak, nem volt pénz, az is megindul. Tehát itt jó energiák lesznek, hiszen stabil vagy. Na no, nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyám mit mutat neked. Bocsánatot kérek mindenért magamtól és másoktól is. Így van. So, nézzük, hogy a rákoknak milyen energiák jönnek júniusban, mi az, ami fontos, mire kell figyelni. No, úgy látom, hogy a kis család nagyon fontos. Hú, költözés, új ingatlan, vagy ha már elköltöztél, nagyon jó energiák, úgy látom vagy a családban vagy nálad, vágyait szerint elindultak a dolgok, mintha teljesen új életet kezdenél, és több dolog jön be az életedbe, úgy látom, úgyhogy nem kesteszelni magad, több dolog jön az életedbe, és embereket is vonzol, úgy látom. Tehát amennyiben költözést tervezel, támogatva van, hirtelen elindulás látok, és lezárást is, tehát mint mintha júniusban már minden támogatva lenne neked, több dolog, házaladás, házvétel, költözés, bármi. Így van. Karmikusan, mint hogy tennék, ami hosszú távú és jó neked. Döntések lesznek hivatalos ügyekben is, úgy látom. Tehát hivatalos ügyekben is, ami akadozott, arra is fény fog derülni, bár látom, hogy nehéz energiák voltak már, akinek volt hivatalos ügye a családban, de az is hál' Istennek szerencsével megoldódik, tehát lemegy a stressz. Így van, tehát hónap elején már így lesz egy fordulópont, eltűnik a bizonytalanság, és valahogy elindul minden. Látom, hogy egy kicsit stresszeled magad, de nem szabad, hiszen látod, hogy van segítséged vagy látom, hogy spirituális vagy, vagy lehet, hogy már több dologgal is foglalkozol, akkor nyugodtan segíts magadon is, de több ember is van itt körülötted, akiken segíthetsz. Így van. Na nézzük, hogy a kártyán mit üzennek el pozitív megerősítésként? Békében, szeretetben élek önmagammal. Így van. Ha így élsz, akkor kívülről is jönnek a jó dolgok, és szeretetet kapsz vissza. <laughs> Na, nézzük, hogy az oroszlánok mire számíthatnak júniusban, milyen energiák jönnek, milyen fordulópontok. úgy látom, hogy szívügyekben lesz itt döntés, elengedés, harmonizáció. Így van. No, hát ha úgy érzed, hogy megakadt valami a párkapcsolatban, akkor lesz egy fordulópontod. De akár ez lehet hivatalos ügy is a párodnál, vagy valami döntés egyébként. Akkor lesz egy fordulópont, és kitisztázódnak a dolgok. Tehát valami elindul hamarosan és begyorsul. Ez lehet egyébként munkaajánlat és munkahelyváltoztatás, több ajánlat közül tudsz választani, a számodra megfelelőd, tehát valami elindul, ami a stabilitást ad számodra. És nem látod előre, de sokkal jobb ajánlat lesz neked, ha esetleg munkát keresel, mint ami volt még homályos, lehet, hogy nem tudod, hogy mi lesz, kettő lehetőség lesz, és több pénzzel jár neked az a munka. Tehát nyugodtan vállald el, ha hezitász, ez a munka sorsforduló lesz neked. Így van. Szerelemben is lehet a változás, elengedések, több partner bukkanhat fel, vagy aminek nem megfelelő, könnyedebben el tudod engedni azt az energiát. Egyébként a családra vigyázni kell. Többet kommunikálni, sokatoknál van, ugye, idős anyuka esetleg, aki törődést igényel, aki már készülődik, nagymama, vagy környezetben hölgy. Az is lehet, hogy már nem ér csak a lelke ott van veled és szeretettel gondol rád, hiszen ott van a készülődés, ott van a karma, a földisíkról való eltávozás is szeretettel. Na no, nézzük. Nézzük a pozitív megerősítést, mit mutat meg a kártyám. Na nézzük. Feltétel nélkül adok, tiszta szívvel elfogadok, így van. A feltételekhez kötöd, az már nem szeretetből jön, úgyhogy feltétel nélkül kell mindent. <laughs> Na nézzük, hogy a szüzeknek mit hoz a június, milyen energiák jönnek, milyen változások. <laughs> úgy látom, hogy sok homályos dologra fény derül egyébként júniusban. Lesznek elengedések, de a bosszúságok elengedése, az agyalások elengedése, és június végére minden kitisztul a lehető legjobban. Hogyha szerelemben volt megakadás, konfliktus, nem láttál tisztán, vagy akár ez lehet anyagi megakadás, anyagi és szerelmi megakadás, vagy csak túlgondoltad a dolgokat, Hogyha nincs párkapcsolat, ott van egy kapcsolat, esetleg külföldről vagy messzebből egy férfi, aki biztos ö, ö, nyitott, ö, nagyon kis lelkis, aki számodra megfelelhetve, hüld is természetesen. Tehát ami most megakadt, az az energia, az megindul, és minden kitisztázódhat. Ez párkapcsolatra is igaz, ha párkapcsolatban élsz, valahogy kitisztul, minden megoldást tesz, minden volt konfliktus. És ott van a szeretet, tehát egy lélektársi kapcsolat, ha párt keresel, mindenképpen ez a június es sorsforduló lesz neked, látom, hogy nagyon sok blokk volt egyébként, amit nem láttál tisztán, akár mondom anyagiakban is, vagy olyan agyalások, hogy nekem nem sikerül, ne szép le tudod tenni ezt a negatív energiát, tudsz tenni magadért, ott van egy harmonikus párkapcsolat, ha párkapcsolatban vagy, akkor is ott van egy lélektársi, ikerlángé kapcsolat, hiszen látom, hogy mind a ketten érettek vagytok. De a családban a gyerekkel úgy látom, hogy ha több is van, nincs probléma, megvan a szeretet, ott nincsenek blokkok. Na nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyámból mi az üzenet? Hiszek magamban, hogy mások is higgyenek bennem. <laughs> Na nézzük, hogy a mérlegeknek mit hoz a június, milyen energiák jönnek. Milyen fordulópontok. Úgy látom, hogy határozott vagy egyébként. Tehát áll ki a céljaidért, lehet, hogy sok támadásért mostanában, vagy vesztesség, de ennek az időszaknak vége. Meghúzod a határokat, úgy látom, és felszabadulsz. Most olyan emberi kapcsolatokat látok egyébként, Amiben egy kis probléma volt akár kommunikáció, az lehet család is egyébként, testvérek, anyuka vagy bárki, kommunikációban veszekedés vitt a hamisság, ami szomorúságot okozott neked, ezt most szépen le tudod zárni, el tudod engedni. Ha ezt el tudod, akár gyerekeddel is egyébként. Akkor nagyon szépen kiegyenlítődnek az energiák. Több dologban kitisztul valami, ami értékeket képvisel számodra arra figyelmeztet a kártya, hogy te tudsz tenni, zárd le ezt az energiát, és akkor megindul az új. Sokatoknál van például, hogy gyermekszületés fogantatás, többször próbálkoztatok, nem sikerült, most az is ott van, tehát pozitívan a gyermekszületés is ott van, tehát nála, családban, bárhol. Így van. Tehát kommunikatív időszak lesz. Úgy látom, hogy Munkában is megújulás. Tehát, ha munkát szeretnél, vagy új dolgokat tegyél a vágyaidért, mert ott van, hogy megvalósul. Így van, elindulsz egy úton, ami szerencsés, leteszed a blokkokat. Úgy látom, sokan mentek nyaralni, víz mellé, ö, szabadságra, ö, kell az új energia, hogy feltöltődj, és jól fogod érezni magad, családdal, barátokkal, bárkivel. <laughs> Na nézzük, hogy mi az üzenet a pozitív megerősítés kártyámból. Látom, ahogy valóra válik az álmom. Így van, vizualizálni kell, kimondani, és már ott is van a fizikai teretben. Megvalósul. Na nézzük, hogy a skorpióknak mit hoz a június, milyen energiák jönnek. Mire kell számítani. Úgy látom, hogy a családi kapcsolatok kiegyenlítődtek, vagy kiegyenlítődnek, hiszen ha volt valami blokkveszekedés, vita, vagy amit nem láttál előre, ott van szerencsével, ott van a szeretet a szüleidnél, és úgy látom, hogy egy kicsi eltávolodás volt, akkor valahogy kiegyenlítődnek a dolgok. Pán kapcsolatban egyébként nem látok problémát, sőt, kiegyenlítődés, őszinteség, tudtok többet törődni egymással, családdal, gyermekekkel, tehát olyan, mintha egy terhet vagy egy karmát elvesztettél volna, és új energiák jönnének hozzád. Tehát tudod áramoltatni a szeretetet, ezért az emberek közelednek hozzád, új ismerettségek, akár munka, vagy bármilyen téren, ami belép az életedbe. Tehát vonzod az embereket, hiszen egy, egy kiegyensúlyozott vagy. Úgy le, ott a szerencse, ott vannak a vágyak, a kapcsolataid, még nem bát kapcsolatok is, új kapcsolatok, amik beléphetnek neked az életedbe. És ha esetleg nem vagy kapcsolatban, akkor is ott van az új lehetőség, hiszen egy őszinte embert látok a költ van melletted, és valami elindul, de egyébként több választék is lesz, úgy látom. Most mehetsz társaságba, támogatva van ez az időszak, mehetsz nyaralni, pihenni, tehát teljesen fel tudsz töltődni. <laughs> Na nézzük, hogy mi a pozitív megerősítés neked a kártyámból. Jól érzem magam, jó dolgok történnek velem, hát csodálatosan harmonizálnak a kártyák, így van, jól érzed magad, nyitott vagy, és hogy embereket vonzol. <laughs> Na no, nézzük, hogy annyira soknak mit hoz a június, milyen energiák jönnek. látom, hogy elengedsz valamit, tehát lezársz, elengedsz. Sokatoknál van költözés egyébként, tehát hogy egy negatív energiából jöztök egy pozitív felé, lehet, hogy még csak tervezgeted, nem tudsz róla, de lesz egy ajánlat, elindul a megvalósulás útján, egy szép új kezdet egyébként. Tehát a családban látok változást, ingatlan adásvétel, költözés nálad, családban, gyerekeknél, tehát ami még homályos volt, vagy nem volt rá pénz, most az is meg lesz valahonnan. Tehát támogatva vagy, ott van a segítség, kitisztulnak a dolgok egyébként. Kisebb megfázás esetleg, vagy allergia, aszma, vagy ilyesmi, betegséget nem látok, viszont olyan dolgok lesznek, amit nem látsz előre, de az teljesen pozitív, hiszen újult energiával jön valami, akár anyagi dolog, akár munka feléd most, ami akár meg is változtathatja az életedet, lesz egy új lehetőség. Kapsz egy jó ajánlatot anyagi területen, ami egy sorsforduló neked. Úgy látom, de egyébként olyan kis kreatív vagy, tehát látom, olyan kis művészi, le tudod foglalni magad, határozott vagy, kezeddel is csinálhatsz valamit, vagy valamibe biztos jó vagy és tehetséges. Vagy ilyen kis kezdeményező, úgy látom, ilyen kis nyitott. Na nézzük, hogy a kártyám mit mutat, milyen pozitív megerősítést. Szeretem és elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. Így van, így mások is elfognak fogadni. No nézzük, hogy a bakoknak mit hoz a június, milyen energiák jönnek. Ú, úgy látom, hogy mintha egy kalmakölt már lezártál volna, már ami amit elét dobtak többször, azon most túl fog esni. Nem kell megijedni, mert vannak negatív energiák, de mindenki fog egyenlítődni. Tehát olyan, mintha elvesztettél volna egy karmát. Ha ismerkedni akarsz, vagy ismerkedsz, látok több potenciális jelöltet is, van, abszolút nem jó, tehát ezt meg is érzed, ne érd meg veszteségként a dolgot, le tudod zárni, és itt vannak az új lehetőségek, tehát ne higgyel mindenkinek mindent. Munkában látok egyébként változást. Tehát, ha elengeded ezeket a negatív energiákat, sokkal jobban bejön a pozitív, hiszen látod, hogy új munka. Munka, vállalkozás, hivatalos tanulás, bármi, ami maximálisan támogatva van. Látom, akik munkát kerestek régóta, visszasaírtak, akadályozva volt, mintha le lett volna zárva, most hirtelen megindul ez az energia. Stabil munka neked egyébként kreatív munka is lehet, vagy valami ami önkifejezés, ami, ami, számodra pozitív, és nagyon jól fogod érezni magad benne. Tehát aki munkát keres, annak ott van a szerződés, ott van az ajánlat, bejelentett munka, tehát ez nagyon jó munka, hivatalos ügy, de a hivatalos ügybe is, hogyha régóta vártál valamire, ott van a megoldás a végén, amit úgy éreztél, hogy nem halad előre. Tehát mindenképpen szerelemben is lezárások, változások, egy új karmakör, úgyhogy pozitív lesz hónap végén is, ott a lehetőség több is. Na no, nézzük, hogy a kártyán mit mutat. Nem ítélkezek, hiszen felettem sem ítélkezhet senki. Így van. Na no, nézzük, hogy a vízöntőknek. Mit hoz a június, milyen energiák jönnek neked, milyen változások? Csupa jó lehetőséget látok neked, Huhú munkahely, lakóhely, változtatás, pikpak, minden. No, több lehetőséget, ha munkát keresel, természetesen több lehetőséget látok, az is lehet, hogy ami most van, azt le fogod zárni és amit forgatsz a fejedben, valami új dolog, a szerencsével meg tudod valósítani, ami hosszú távon neked jó. Nem mondom, hogy azonnal kisebb bosszúságok, akadályok lehetnek, de maximálisan támogatva van. Letetted az akadályokat, sokaknál ez költözést is jelentett, hiszen eltávolodsz onnan, a vagy a munkától, vagy a lakóhelytől, ami most van, és beengeded az új energiákat egyébként. Tehát törvényszerű, hogy nagyon jó dolgok fognak történni veled. Ha párt keresel, a hölgy vagy, ott van egy szívkirály, aki lelk is, aki lehet, hogy messzebb lakik tőled, de határozott és okos, és tud tenni azért, hogy együtt legyetek. Úgyhogy úgy látom, neki is van gyermeke, vagy közös gyermeket tervezhettek, így van. Tehát a szerelemben is ott a fejlődés, a nehéz energiákat le tudott tenni, munkahely, lakóhely, több variáció elmúlik a bizonytalanság, és szinte mindenki is tájosodik, nem kell negatívan a gondolni, semmi részen ott áll a szerencse és hosszú távú jó dolgok, akár papíros szerződéses ügy, hivatalos ügy, bármi munka. Így van. Nézzük, hogy a kártyám. Mit üzen neked a pozitív megerősítés? A mai nap egy új kezdet a megújulásra. Így van. <sítható> Na, nézzük, hogy a halaknak mit hoz a június, milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek. Úgy látom, hogy már nagyon vársz valahova, vagy régóta tervezel valami utazást, ami korlátozódott, akár szülőkhöz, ami, ami dáig korlátozva volt. Na úgy látom, hogy ez most meg fog valósulni, tehát elindíthatod mert harmonikus kapcsolódás látok egyébként anyukával, szülőkkel, tehát ha mondjuk külföldön vagy, vagy keveset találkozol, akkor most összejöhettek együtt, harmonikus energiákat látok, szülők, testvérek, család, tehát ez a nehéz energia lemegy, és tervezgethetsz egyébként párkapcsolattal is már, hogyha keresel párkapcsolatot, mert kommunikatív időszakban, vagy nagy önbizalommal, tele vágyakkal letetted a félelmeidet, vagy azokat a dolgot, amit nem látsz előre, és ott van, hogy lesz lehetőség egy valami lélektárs, ikerláng, vagy bármi, aki jön az életedbe, mert ott van a szerelem, ott vannak az örömök. Tehát egy téren, ha van, vagy ha nincs, akkor is megnyílnak ezek az energiák, de ezt magadnak köszönheted, hiszen te vagy a kommunikatív, nyitott, szívcsakrával vagy őszinte vagy, úgy látom, hogy spirituális vagy, be tudod vonzani, hiszen égi támogatottságon, van. ott van az angyalod. Az is lehet, hogy már beszélsz velük, hogy már felküldted az univerzumba, amit szeretnél, és ők küldik neked. Ez már nagyon hamar megvalósulást ígér, bizony kitisztul itt minden. <laughs> Na nézzük, hogy a kártyán mit üzen neked, mi a ja, pozitív megerősítés, hiszek a csodákban, hiszen csodálatos dolgok állnak előttem. Így van, hiszel, bízol, és ott is van. <laughs> Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Csodás június kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek.